Ötödik alkalommal rendezték meg a nagynyárádi nemzetiségi gasztrotalálkozót a helyi önkormányzat és a Gandhi Gimnázium közhasznú non-profit Kft. Együttműködésének köszönhetően. A művelődési ház szabadtéri színpadán roma, német és horvát fellépők műsora zajlott, miközben a három nemzetiség hagyományos ételei készültek a bográcsokban, főzőedényekben. A rendezvény célja ezúttal is a nemzetiségi gasztronómia és kultúra megismertetése és népszerűsítése volt. Zömében, Sváblakta településről beszélhettünk az elmúlt 100 évben, ugye ez nagyon sokba változott a későbbiekben, tehát elköltöztek lakosok, kerültek hozzánk felvidékről betelepített emberek, nagyon jó éltek itt egymás mellett békességben, és meg is maradt ez a jó viszony, tehát azt mondhatom, hogy a felvidéki magyarság, a helyi svábság, és nagyon kis részben horvát lakta településről beszélünk. A roma kultúra az megmaradt valamennyire, de nagyon kevés roma származású és cigányság van Nagynyárádon, de viszont ez a program, ami ma is megvalósult, ez a pécsi Gandhi Gimnáziumon keresztül tudott megvalósulni. Egy együttműködésünk van, mert a korábbi években a falumúzeumunkat úgy sikerült felújítani, hogy a Gandhi Gimnáziumon keresztül tudtunk felújítási támogatást szerezni, és ezáltal volt velük egy közös együttműködésünk 5 éven keresztül. Ez lejárt 2020-ban, és akkor abban állapodtunk meg, hogy annyira jó együttműködünk, és tényleg annyira támogatják ők az összes kultúrát, tehát ők nem csak a roma származásokat, épp úgy a németeket, és épp úgy a horvátokat, vagy épp úgy a magyarokat is támogatják, hogy megmaradt ez a jó viszony, ez az együttműködés, és azt mondom, hogy gyümölcsöző, látható a mai programon is, hogy hozták az ő kultúrájukat, mi is beletettük a kis németünket, fognak jönni Mohácsról a sokat néptáncokkal, és az ételekbe is vissza fog tükröződni, hogy van a romáknak a cigány kultúrás lecsójuk, a sváb ételek, a magyarok, a sokat sok minden megtalálható. Az Újpetrei Német Hagyományőrző Egyesület tánccsoportja is elfogadta a meghívást. A baranyai településen magyar és német népesség békében él egymás mellett, és ezt a szép eszmei tradíciót az egyesület munkája is példázza, képviseli. A 30 éves egyesület már az óvodában elkezdi a sváb kultúra megismertetését a gyerekekkel. Megpróbáltuk az eredeti autentikus sváb öltözetet képviselni, úgyhogy nagyon sok munkánkba került, míg összegyűjtöttük, hogy hol volt csipke, hol nem volt, hány csipke van rajta, hány szalag, úgyhogy az eredetit próbáltuk meg, és nagyon sokunkon még az eredeti kötény is van, ami közel 100 éves. Annyit kell tudni még talán róla, hogy 3 kilométerrel arrébb is már másképp öltöztek föl. Korfüggő, tehát hogy a fiatalabbaknak is volt már sötétebb, de általában az világos alapon volt. És az idősebbek már kendőt viseltek, hát ugye nálunk ez most már annyira nem, inkább a konyhvédőt vagy hajhálót viseljük, de ilyenkor az én koromban már kendőt viseltek az asszonyok, és nagyon sötétben voltak. A lippói német önkormányzat hagyományos sváb ételekkel készült a főzőversenyre. Ma szüreti kakas paprikást készítünk, ami azzal kezdődött, hogy reggel levágtuk a kakasokat, aminek a véréből egy hagymás, megmutathatom? Hagymás. Úgymond svábul, hogy Zwiebeltunkest készítettünk, amiben a vére meg a mája van benne, és akkor egy ilyen hagymás alapba, savanyú paprikával és kenyérrel tunkolva ették régen. Természetesen ezt nem szüretkor, mert a szüreti paprikásnak pont az a lényeg, hogy mellette lehetett szüretelni, és készültünk még desszerttel is, ami kalácsból van. Diósmákos kalács, ugye ezt nálunk Lipon hévistrulnak nevezik, tehát igen, és ezt már ugye előző nap el tudták készíteni, és a szüretkor pedig csak kínálni. Úgyhogy én nagyon szívesen kínálok benneteket is vele, úgyhogy bátran. A találkozó kulturális programja a mohácsi Sokac Fiatal Táncosok műsorával zárult.